Százszor szép muskátliót, már vannak is muskátli dúgványaink, ott fönt akasztósokban is vannak nagy növények, ezek mind. De hát ez csak a töredéke, mert ugye a balkon növények azok még később. Több száz négyzetméteren nevelnek saját ültetési dísznövényeket ebben a szekszárdi virág nagykereskedésben. A jó részt magról vetett, már hónapok óta gondozott virágok a koronavírus terjedése miatt most senkinek sem kellenek. Pedig itt éppen ezekben a hetekben bonyolítanák a legnagyobb forgalmat. Kiskereskedelmi részlegünk van itt elől, illetve hátul nagykereskedelmi részlegünk, ahol a kisboltosokat, viszonteladókat szolgáljuk ki, és saját termelést is folytatunk. Tehát, ha úgy veszük, minden részről érintettek vagyunk ezzel kapcsolatban. Ugye a nagykereskedelmi részlegünkben már a múlt héten, illetve az azt megelőző héten érezhető volt ez a visszaesés, hiszen a kisboltosoknak a 80%-a körülbelül, Satzberg kávé, ők már bezártak, mert nyilván az embereknek most nem az az elsődleges, hogy virágot vegyenek. A cég vezetője azt mondja, nagyjából 8 hét alatt keresik meg egy normális tavaszi szezonban az éves bevételük felét, most viszont a legtöbb virág kiskereskedés bezárt, vagy amelyik még nyitva van, oda nem mennek vevők, ezért innen sem visz szinte senki sem virágot. Forgalom visszaesésben ez nagyon komoly bevételkiesést jelent számunkra. Ilyenkor nagyrészt ugye az egynyári és kétnyári palánták, szezonális növények azok, amik adják a forgalmunk nagy részét. Hát ez jelen pillanatban 90%-os kiesést jelent. Ezekkel a körülményekkel számolva. A cég több mint 20 éve működik, 17 alkalmazottjuk van, most mégsem látják, miből fognak a következő időszakban megélni. A virágkereskedőkre és termelőkre ugyanis egyelőre nem vonatkoznak a kormány gazdaságvédelmi intézkedései. Nagyon reméljük, hogy át tudjuk vészelni, de ugye mivel semmiféle intézkedés eddig minket nem érintett, a járulékokat és a dolgozókat tekintve, nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a végkimenetele. Sok jóra nem számítunk. Megpróbáljuk a legjobbat kihozni ebből a körülményből, ami jelen pillanatban fennáll. Természetesen ugye, amíg nyitva lehetünk, addig nyitva leszünk. A higiénés szabályok betartásával, ugye a kolléganő is gesztyűbe, maszkba dolgozik, minden vásárló után fertőtlenítjük a kasszát, terminált, pultot, minden egyebet. Hát hál' Istennek a légtér az elég nagy ahhoz, hogy azért többen be tudnak jönni egyszerre, ha jönnek. A Magyar Díszkertészek Szövetségének elnöke szerint az ágazat évente nagyjából 250 milliárd forintos forgalmat bonyolít, ezért rengeteg család megélhetését biztosítja a virágkereskedelem. Most viszont a kisboltok többsége csődbe mehet, ezért a szakmai szervezet csütörtökön javaslatcsomagot juttatott el az Agrárminisztériumhoz.